Sziasztok, sziasztok, nagy-nagy üdvözlet nektek, itt van a drága Henny lányom, és a kisunokám, meg a drága Zsani lányom, és mi üzenünk nektek, hogy a szeretet bennünk él, így van? Így van. És akkor miért fontos, akkor mondjunk egy-egy mondatot? A Zsanett lányom ugye pszichológiát is tanul, meg a Henny, tehát akkor hogy van ez a szeretet? Hát ez az a legfontosabb érzés, ami boldogsággal tölti el az ember életét szerintem, ez mindennek a kiinduló pontja. És hogyha valaki esetleg nem is érzi, vagy megkeményedett a szíve, dolgozni kell rajta, és egyébként az elérhető. Így van, elérhető. Úgyhogy nem csak a Vodafone, hanem a szeretet is. És akkor, na, Henike, drága szép lányom, tehát akkor te is így a szeretetről, ami bennünk van, amit mi adunk egymásnak, ez kell, hogyan? Ez a legfontosabb, ez éltet minket, ez az éltető erő tényleg nagyon-nagyon fontos. Nekem, mikor kicsit rosszabb napom van, és ránézek a kisfiúra, tényleg elszáll minden haragom, bánatom, mert tudom, hogy hogy szeret, belenézek a szemébe, és olyan tiszta szeretet van benne, hogy tényleg ennél nagyobb kincs köszönöm. Nincsen. Köszönöm, köszönöm. Ja, adja, nekem akart adni. Na várj, nézzük meg, hogy mit ad még nekem. Istenem. Köszönöm, nézzétek meg. Látjátok, tőlem kapta zseppénzt, de most ő azt mondja, Istenem. Hogy a papának, visszaadja. Azta. Szeretlek. Látjátok, itt kezdődnek az igaz szívek, és nem harácsol. Na de ő lesz az, aki milliárdos lesz a többi szeretteinkkel együtt. Jó, most visszavette, ennek örülök. A legnagyobbat vette vissza, jó. Úgy szerelmem, de szeretlek. Hát ez... Tessék, szépsége. Aha, most itt számolgatám ő, hogy most... Papától, hogy milyen zseppénzt kaptam. Az visszaadja. És akkor még csak egy dolgot, egy rövidet, az előbb élővidóban erről beszélgettünk, hogy miért fontosak a megbocsájtások, és az, amikor valakivel van egy kis tüske, vagy nagy tüske, akkor az szerintem az kiemelhető. És akkor csak annyit röviden, hogy a drága Hennyvel valóban volt régebben, 14-15 éves volt, egy kicsit mondott olyat, amitől én megsértődtem, és egy jó ideig nem beszéltünk. És akkor itt most így mondd csak el, hogy is volt az a történet, ahol Árkádokba találkoztunk, és vagy 3 évig nem, vagy 4. Igen, egy 3-4 évig azelőtt nem is találkoztunk. Igen. És akkor ott ültem Mátéval, és oda mentem. Köszönöm. Máté azért rásegített, biztatott, hogy menjél. Köszönöm, Máté, köszönöm. Fontos volt. Igen, és akkor erőt vettem magamon, és oda mentem. És akkor bocsánatot kértem, sírva. És, köszönöm. És megbocsájtásra találtam. Igen. Ez amit igaz, köszönök. Ez igaz, és drágáim, csak azért jelentkeztünk ezzel a kis videóval is, mert nagyon fontos, valóban fájt, nem haragudtam a lányomra, de fájt, és tudjátok, aki igaz szívű, az meg tud sértődni. Persze vannak fordítva is, akik nincsenek megsértve, de mégis megsértődnek. Viszont nagyon fontos volt, mert az én drága szép Henny lányom valóban úgy kért bocsánatot, zokogva, sírva, hogy én is könnyeztem folyamatosan. És semmi nincs, hanem örökre, amíg én élek, ezt nem fogom elfelejteni, mert azelőtt is szerettem, de ez nekem ezerszeres lett, mert úgy kért bocsánatot, hogy éreztem, hogy ő nagyon megbánta, és azóta is azóta is, aki, nem, aki a galambit közben leszart a kocsit. Látjátok, ezt mondom, hogy a jó kérdben. Ugye jó, de látjátok, most pont mert a kis galambit lepocsátotta, nem a mi kocsinkat, hanem a szomszédot, mondom, nézzét, és mondja a kis drága unokám, hogy szart a galamb. Na most véletlen, ez jött ki belőle. Hát ez, na jó, de most megint, ez jó, na látjátok, milyen jó kedvűek vagyunk az én gyerekeimmel, unokáimmal együtt. Tehát a megbocsátás fontos, és a drága szép lányom. Nagyon szerettem mindig, de most így ezerszeres a többiekkel együtt, de nekem ez jól esik, hogy nem mindegy, hogy valaki bánik, hogy azt mondja, hogy bocsi, hogy azt mondja, hogy apa, bocsánatot kérek, és az az okogás, hát az,
az komoly volt nekem, úgyhogy nem volt benne, mondom, tüske, meg semmi, de azért kis fájdalom volt, és az eltűnt, és hatalmas szeretet úgy, hogy a Zsanett lányommal, a többi jó gyerekeimmel, ami van, és tart, amíg élek, és ti is tartsátok be, hogy a szeretetet gyakorolni kell, nem csak beszélni. Így van. Ugye erről ír a Biblia is, hogy a hit cselekedetek nélkül halott, a szeretet az meg cselekedetek nélkül szintén hulla. Úgyhogy legyetek hosszú életűek velünk együtt, és jók legyetek. Sziasztok! Sziasztok!